Folytassuk a feltételezett kémügyet. Itt van velünk Földi László titkosszolgálati szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Földi úr, igaz lehet az, amit az előbb Mirkóczki Ádám képviselő úr mondott, hogy a titkosszolgálatok a legjobban a nyilvánosságtól félnek, ezért ezt az ügyet nem így intéznék, ha valóban kémügyről lenne szó? Hát ezt az ügyet most sem a nyilvánosság előtt intézték, de való igaz, a titkosszolgálatnak a lényege az, hogy operatív módon él, és nem a nyilvánosság szeme láttára dolgozik. Az, hogy egy kémügyet hogyan realizálnak, abban bizony kicsit osztom a véleményét, tetten kell érni a kémet. Lehet, hogy már volt valamihez hasonló, és azért indult el ez az ügy? Került, tudom én, ügyészi szakba? A tetten ért kém, az nem tart sajtóértekezetet, hanem a börtönben van. Aha. Milyen ehhez hasonló kémügyek voltak az utóbbi időben, vagy voltak-e egyáltalán ilyen mértékű kémügyek az utóbbi időben itt Kelet-Európában, Európában? Hát ilyen jellegűt egyébként nagyon emlékszem, hogy lett volna. Ugye a legnagyobb portihad kavart úgy volt az Ames ügy Amerikában, ahol kiderült, hogy a CIA-ba beépült az orosz titkosszolgálat egy ügynökön keresztül, és én azt pontosan láttam szakmailag, hiszen akkor éppen Amerikában voltam, amit úgy intéztek, hogy egy éven keresztül nyomoztak, miközben volt egy vélelem, és egy bizonyos alkalommal, amikor a dokumentumok nála voltak, és szállt volna fel a repülőre, hogy átadja a kapcsolatának, akkor realizálták az ügyet. Tehát onnantól kezdve a kém, akit annak tartunk, egyet mondott, hogy bingo. Egy kém nem mondhatja azt, hogy egyébként tiltakozom, sajtótájékoztatót tartok, szóval ilyen nincs. Egy picit mi zavart kelt a közvéleményben, sajtóban, politikusok között, hogy a titkos információk átadása, a titok sértés, jóhiszeműen, rosszhiszeműen, ez most teljesen mindegy, az nem egyenesen arányos a kémkedés problémájával. Aha. Tehát ön azt gondolja, itt álljunk meg egy pillanatra, tehát itt az lehetséges ennek az ügynek a háttérében, hogy Kovács Béla képviselő úr különböző Európai Uniós, Magyarországot érintő bármilyen olyan információkra szert tehetett politikusként, amelyek adott esetben államtitkot képeznek, és ezt átadta akár az orosz, akár más hatóságoknak? Én azt gondolom, hogy ha véletlenül. Bizonyítékról beszélünk, akkor valószínűleg minimum ez történt, különben milyen bizonyíték merülne föl. Az, hogy most jó hiszem, rossz hiszem, ilyen véletlenül nem lehet azért ezt sem átadni, kémkedni meg végképp nem lehet véletlenül. Hát az nyilvánvaló. Tehát a kémkedés egy olyan tudatos magatartás, amikor én tudom, hogy idegen hatalom számára operatív értelemben végzek tevékenységet és adom át a titkot. A diplomaták egymás közötti információ cseréje, amiről most beszélgetünk, ugye itt is titoksértés történik, ha olyan jellegű az információ, amely sérti az én, illetve az általam képviselt érdekeit. De itt az információ cserében nagyon vékony az a jég, hogy mit adhatok és mit nem, hiszen kapni is szeretnék. Tehát a nemzetközi együttműködések szintjén, hogy az úgynevezett sötét módon szerzett információk, azok döntő része nagyobb, mint az ügynöki úton szerzett információ, hiszen így módon gyakorlatilag különböző fedésen keresztül bárkit megkérdezhetek mindenféle információról, és ha elég óvatlan, akkor ezt el is mondja nekem. Földi úr, az az ember, akinek diplomata útlevele van, az már diplomatának minősül? Akinek diplomata útlevele van, és akkreditált módon van diplomata útlevele, az minősül diplomatának. Tehát, hogyha valaki az Európai Parlament tagja, képviselője, és diplomata útlevelet kap ennek megfelelően, akár Magyarországról, nyilvánvalóan Magyarországról, akkor ő diplomatának minősül, mert akkreditálták. Így van. Ez érdekes. Tehát azt gondolná az ember, hogy a diplomácia azért ez egy szakma. Hát igen, de nagyon sok nagykövetet is ismerünk, akit úgy hívnak, hogy ejtőernyős, tehát igazán a politikai kinevezett. Az Unióban pedig inkább politikai kinevezettek vannak, amennyire látjuk és tudjuk, hiszen egy párt érdekeit is képviselik, nem csak az ország érdekeit. De azzal, hogyha valakit ilyen értelemben kémnek tekintünk, akkor nem menti a diplomata útlevél, mondjuk a letartóztatás alól sem. Kivéve akkor, ha kétoldalú ország közötti diplomáciai megoldásról van szó adott esetben, ha mondjuk egy magyar diplomatát Amerikába vagy Oroszországba kétoldalú szempontból, tehát nem az unió értelmében akreditálnak, és ott ő megbukik mondjuk ilyen tevékenységgel, akkor nem tudják letartóztatni, hanem ki tudják utasítani a bécsi szerződés értelmében. Tehát szépen megkérik, hogy jöjjön haza. Azt mondta Fazekas Géza szóvívő úr, hogy 2-től 8 évig terjedhető az a bűncselekmény, amit elkövetett Kovács Béla. Ez, nevesítsük ezt, tehát a 2-től 8 évig bármi lehet.
Igen, én következőképpen módosítanám ezt a törvényt, nyilván nem vagyok rá jogosult. Ugye 2-től 8 évig, vagy akár 15 évig kapja az, aki civil, és megtévedt, és kémkedéssel alakította az életét. Mindenki, aki köztisztviselő, diplomata, titkosszolgálati, tehát olyan helyen dolgozik, ami rendkívül érzékeny információval rendelkezik, ott én a legsúlyosabb büntetést szabnám ki. Azaz, életfogyt. Igen, még egy korábbi megoldás is el tudok képzelni. Hát azt talán mégse. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kérem szépen.